us. The closer walk we take. This is my play. They're walking down with me. Yes, we know. They love us to be. Now I'm three, but two are strong. This is in the bowl. Satisfied as long as you go, you're love close to me. Szépen köszönjük, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk Jászladányban, erre még nem jártunk soha, úgyhogy most, hogy ez a nagy szabadság újra betört az életünkbe, hál' Istennek, örömünkre szolgált, hogy ilyen nagy útra kelhetünk, és itt is megmutathatjuk magunkat, és tényleg egy csodálatos kis hely, ahogy bejöttünk, már láttuk, hogy mégis nyugalmas fészkek vannak itt. A Debrecen Dixieland Jazz Band, hát nyilván Debrecenből érkeztünk. 1984-ben alakult ez az együttes, tavaly voltunk 35 évesek, de hát nem látszik rajtunk, mert egyfolytában fiatalodunk. És ennek mi is nagyon örülünk, és azt gondolom, hogy bátorítok mindenkit, hogyha a lábai megmozdulnának, akkor ne maradjon a széken, nyugodtan lehet táncolni is. Hogyha a két kezük megindulna, akkor nyugodtan lehet tapsolni, nincsenek szabályok a koncerten, érezzék jól magukat ebben a rövid kis időben, amíg itt vagyunk. Just a Closer Walk With Thee, New Orleansból érkezett ez a nóta, és a következő is onnan jön, Lick La Rocca egy nagyon-nagyon népszerű slágerével folytatjuk a műsorunkat. Fidgety Feet, ez a címe, magyarra fordítva táncoló lábok, hajrá! Thank you.
szépen. Hát pár szót talán arról, hogy Dixieland. New Orleansnak a alapvetően a stílusa ez a fajta zenei irányzat, és valójában, ahogy most itt előadjuk önöknek, ez az ősi, a legelső időkben is valahol így játszódhatott le, hogy az utcán különböző összeállítású, főként fúvós és ütős hangszerekből verbúválódott csapatok találkoztak, és ezek a csapatok, amikor találkoztak, akkor bizony nem volt ritka, hogy zeneileg megmérkőztek egymással, és ebből alakult ki ez a fajta játékstílus, amit mi is képviselünk, hogy időnként ugye látják, hogy ugye együtt kezdjük ezeket a számokat, de azért hol a klarinét, hol a trombita, hol a harsona, hol a banjo azért így előlép szólisztikusan. Annak idején is így csinálták ezek a zenekarok, hogy bizony mérkőztek egymással, hogy ki tud jobban a saját hangszerén, vagy hát azt a számot esetleg, amit együtt játszottak, ki tudja jobban eljátszani, és valójában ezeket a szólókat ide eredeztethetjük vissza, és mi is próbáljuk ezt a hangulatot minden egyes koncertünkön. A egyik legrégebbi Dixieland vagy jazz irányzat az a blues, aminek egy nagyon-nagyon vidám és kicsit egzotikus színekkel megtűzdelt változatát fogjuk most önöknek eljátszani. Ugye a bluesra azt szokták mondani, hogy az mindig a szívből jön, és mindig a mély érzéseket, a fájdalmat mondja. Hát ez most éppen nem azt fogja elmondani, de valóban ebbe is vannak azért érzések és hangulatok, csak sokkal színesebben és változatosabban megfogalmazva, mint ahogy a kezdeti nehéz, súlyos bluesokban. Következik Phil Branham szerzeménye, ami azt a nevet viseli, hogy Limehouse Blues. Bye.
Köszönjük szépen! Hát ez a stílus valóban valahol azt hordozza magában, hogy amit érünk, azzal mindennel zenélünk. Így voltak ezek az autodidakta zenészek is akkoriban. Például nagyon sokan megkérdezték már tőlem. Valóban az-e az, amit látnak itt a kezemben? Ez az, igen. Ez egy WC pumpának a vége. De még soha nem használtam semmire, csak a hangszerhez. Úgyhogy ilyen egyszerű dolgokkal is lehet nagyon jó muzsikát csinálni. Most pedig következzen egy teljesen más irányzat, egy kicsit ilyen franciásabb, puhább, de nagyon-nagyon hangulatos jazzbe fogunk átmenni. Élt egyszer egy Leo Slab nevű hegedűs, aki Lengyelországban született, az édesapjától klezmer hegedülni tanult, és a háború alatt sajnos el kellett vándorolniuk Lengyelországból, és egészen Franciaországig mentek, és ott bekerült a legendás Django Reinhardt zenekarába, és ott alapozta meg a jazz karrierjét, és több lemeznyi anyag maradt ránk tőle, és ebből az egyik legnépszerűbbet dolgoztuk fel. Következik a La Roulotte című muzsika, Leo Slab szerzeménye. Magyarra fordítva talán annyit tesz, hogy a karaván. Thank you.
Köszönjük szépen! Ugye New Orleans-t említettem, mint a stílusnak a bölcsőjét, szülőhelyét, úgy szoktuk emlegetni ezt a várost. És akit hát nem tudunk kihagyni soha a repertoárból, az ennek a városnak a nagyszülötte, Louis Armstrong. És most talán az egyik legszebb, leggyönyörűbb slágere következik, ami a pacifista beütése ellenére, a sorsfintora, hogy egy háborús filmben lett újra világsláger. Nem mondom el a címét, majd fogják úgyis tudni, hogy mi ez a nóta. Saying, how do you do? Daily service.